48 éves és Buda valahai legszebb barokk műemléke helyére épült, és természetesen már korábban annak a helyén is állt valami, és annak a helyén is állt valami. Budán vagyunk, méghozzá a budai várban, és itt áll a sokat vitatott Hilton szálló, ami hiába szocmodern, mégse fogják lebontani. Vannak, akik szerint sikerült belekomponálni a vári környezetbe, a vita azóta is él, mert mások szerint viszont a hatalmas tömbével elnyomja a Mátyás templom és a halászbástya látványát, megint mások szerint meg egyszerűen el kéne dózerolni. 1976. december 31-e. Úgy látszik, akkoriban szilveszteri bulikkal nyitották meg az új szállodákat, mert ez történt korábban az Intercontinentalban is. Az első kelet-európai Hilton a Mátyás templom szomszédságában áll, elég kényes helyen. Építése egy világörökségi területen okozhatott fejtörést a tervezőknek, és okozott is, mivel különböző stílusú és korú épülettömböket és romokat kellett egységbe foglalniuk. És ezután jött a nemzetközi szállodalánc Hilton standardje, a kötelező telepítési feltételek további megkötéseket jelentettek. Az építkezés a budai várnegyed egyik legnagyobb romterületén kezdődött el, ezért figyelembe kellett venni a korábbi régészeti feltárás során előkerült kolostorromokat, a Szent Miklós torony maradványait és a Mátyás templom közvetlen közelségét. Nyilvánvaló volt, hogy jelentős kompromisszumokra lesz szükség, hogy a műemlékek bemutatása megférjen a kortárs modernnel, a városképi megfontolásokkal és a szállodalánc előírásaival. A várat sajátos középkorias szemlélet jellemezte a szocializmus idején, ami azt jelenti, hogy a sok korrétek közül a középkorit, a régészeti típusút részesítették előnyben, ezért rengeteg házat középkorias változatban állítottak helyre a régészeti feltárások után. Mivel a háborúban nagyon sok épület elpusztult, csomót le is kellett bontani, és néhány fokhíra pedig színvonalas kortárs épületek kerültek. Aztán a 70-es évekre egyre jobban kellettek a nyugati hitelek és a turizmus bevételek. Az Inter után beengedték az USA másik kapitalista jelképét is, a Hilton. A világháborús ostromban rommá lett várnegyed területén a régészek ekkora már feltárták a 13. századi domonkos kolostor maradványait, a Mátyás címeres kúttal, a kerengővel és a Szent Miklós torony és a 18. század fordulóján épített jezsuita kollégium maradványait. A domonkos kolostor kerengője és a Szent Miklós torony a 15. század első felében épült, ekkor ez volt az egyik legjelentősebb magas építmény a várban. A kolostor épületét a török időkben használták raktárnak, istállónak, ennek megfelelően meglehetősen lepusztult, és aztán később Buda visszafoglalása után volt itt iskola, konyha, és a Mátyás templom közvetlen szomszédságával, egyébként a Mátyás templommal egybeépítve a 18. század elején épült meg a jezsuita kollégium, amit aztán, miután a pápa a magyar rendet 1773-ban feloszlatta, lett belőle papnevelde, majd később a királyi kamara egyik székhelye. A fürdés nem volt benne a tervekben, de valószínűleg megtaláltuk Magyarország legmenőbb, legpanorámásabb fürdőkádját. A háború pusztította területe 25 évig nem történt semmi. Aztán 1968-ra eldőlt, a Hilton szálló épül ide. A közti házi tervpályázatán Pintér Béla építész koncepcióját választották ki, mivel egyrészt optimálisan töltötte ki a rendelkezésre álló területet, másrészt illeszkedett a budai városképhez, a szomszédos Mátyás templomhoz és a halászbástyához. A nemzetközi multi Hilton története 1919-ben azzal kezdődött, hogy egy csalódott republikánus új-mexikói képviselő
egy bankot akart felvásárolni Texasban, de ehelyett inkább megvette azt a Cisco-i szállodát, ahol vendégeskedett. Az 50-es évekre már a Hilton az Egyesült Államok országos hotelhálózata volt, és aztán a világban is elkezdett terjeszkedni. Elsőként ők vezették be a számítógépes foglalási rendszert, a légkondicionált lobbikat, náluk kerültek először televíziók, varrókészlet, és az a hasznos kis könyvecske az alapvető telefonszámokkal a szobákba. A szocialista Magyarországon egy hibrid franchise rendszerben működött a szálloda, azaz a magyar Danubius vállalat építette fel, az MNB kölcsönéből, magyar tervezők tervei alapján, magyar anyagokból, de a Hilton előírásai szerint. Például külön előírásokkal a fogadótérre, szobákra, felszereltségre és részleges tervrajzokkal, de a szálloda máig a Danubius RT tulajdona. És több évtizedet ugrunk, és így néz ki Budapesten a Hilton elnöki lakosztálya. Az építészek csapata a korszellemnek megfelelően régészeti bemutatót is tartott az új épületben. Például itt állunk a Dominikános udvarban, annak is valószínűleg a templomi részében, ami a lobbiból nagyon jól látható. A kolostor kerengője pedig körbejárható, különböző a régészek által talált középkori kőemlékekkel, és középen egy Mátyás korabeli kúttal. És a hátam mögött pedig ugyebár Dominikános udvar, Julianus barát, aki anno Dominikánus szerzetes volt. A 323 szobás Hilton 1976-ra 647 férőhelyel, 23 lakosztállyal készült el. Akkoriban a Hilton volt Budapesten a luxus szálloda, de a nyugati Hiltonokhoz képest meglehetősen olcsón. Amikor Budapesten az egyágyas szoba 44 dollárba került, a párizsi Hiltonban ugyanaz 80,5 dollár volt. Az állami és pártvezetés úgy számolt annó, hogy a beruházás 10 év alatt megtérül majd, és ebben alig, ha nem igazuk lett. Ezen kívül 7 külön terem, 500 főre tervezett bálterem van a Hiltonban, és mindez a 10 féle vendéglátóegység mellett. A régi Miklós toronyba került a Tower étterem, a földszinti pavilonokban működött női ruhabutik, virágüzlet, de Ibus, Danubius és a Malév iroda is. Az új szálloda a kor építőipari színvonalán épült meg, de a világháborús lőszerek miatt a tűzszerészek is aktív közreműködői voltak az építkezésnek. A modern architektúra megidéz gótikus elemeket is, és a nagy felület nyomasztó hatását jól oldják a hosszú színes ablakok. Ma mégis egyike a legelutasítottabb budavári épületeknek, a környezetben nem illő hatalmas tömbjével zavarja a Mátyás templom és a Halászbástya látképét. Írták róla már akkor is. A Hilton valóban megváltoztatta a budapesti látképet, de lassan 50 éve, hogy beleépült a városképbe. A Hiltonban az elmúlt évtizedekben elég sok minden változott, de körülötte a városban még több. Itt mögöttem, illetve a Hiltonnal szemben például már a épület fölé magasodik kis a leendő pénzügyminisztérium csili-vili kis palotája a tornyocskákkal. Azóta persze szemben és a várban nagyobb léptékű változások is láthatok, de ez már egy másik egyhely témája lehet majd. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az egy hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.